Kifejezetten a munkáltatókkal, cégvezetőkkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartásnak a pontja lenne. A vállalkozói információs pont a 6-os főút mellett a lámpás kereszteződésnél található. Megjelenésével is impozáns, a leendő Paks 2 beruházás épületeit tükrözi. A hazai vállalkozások itt a helyszínen regisztrációt követően tájékozódhatnak a beszállítóvá válás alapvető feltételeiről. Alapvetően a 90%-át a munkáknak az orosz fél fogja kiírni pályázati formába. Értelemszerűen a külső munkákkal kapcsolatos dolgok nagy részét az pedig a PIP, non-profit Kft. Írja ki, vagy pedig olyan állami cég, is több minden zajlik, ugye útfelújítással kapcsolatos dolgokat azt nem mi írtuk ki. Nem mi írtuk ki ugye a híddal kapcsolatos dolgokat, a vasúti felújítások, tehát ezek, mint mondtam, elkezdődtek. A vállalkozások a pályázatok kiírásával kapcsolatban részletes tájékoztatást kaphatnak. Itt minden olyan információ elérhető számukra, melyekkel be tudnak kapcsolódni a munkákba. A cél továbbra is az, hogy minél több helyi és magyar vállalkozás profitálhasson a Paks 2 projektből. Fölvonulási területen egyébként most is magyarok dolgoznak, ott szeretnénk mind a 80 épületet, hogy magyar kivitelezők végezzék a munkát. Hangsúlyozom ott is, mivel az orosz fővállalkozás egy épület a miénk, ami most elkezdett épülni, ez a Paks 2-nek a irodaháza. A kisebb vállalkozások, ha társulnak, szövetkeznek, akkor azok is részesülhetnek a munkafolyamatokból, fejtette ki Süli János miniszter. Ezért is van szükség a vállalkozói információs pontra.